Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Barbarics Ildikó vagyok. Talán többen emlékeznek rám, hogy nagy szenvedéllyel gyűjtöm a kávéscsészéket, és néhány évvel ezelőtt a Kumlói Múzeumban a férjem kártyakiállításával együtt tartottam jó magam is egy kávéscsészek kiállítást. Nos, a mai napon ennek önök is részesei lehetnek itt a Kumlói Közösségek Házában. Talán többen találkoztak már a csészeimmel, hiszen a veszélyhelyzet tavalyi kezdete óta elhatároztam, hogy minden nap egy-egy csészét föltettem a Facebook oldalamra. A veszélyhelyzet megszűntével tavaly nyár elején ezt abba hagytam, többen reklamáltak emiatt, így amikor ősszel újra kezdődött ez a szomorú helyzet, tovább folytattam. Ma már ritkábban rakom fel a csészéket, nem minden nap, nagyon sokan követik, nagyon sokan gratulálnak. Nos, aki ezt eddig nem tette meg, ugye a mai nap ennek részese lehet. Azt javaslom, vágjon bele. Tekintettel arra, hogy ez a mai kávéscsészek kiállításra a Kumlói Közösségek Háza felújított kávéházában kerül sor, ezért stílszerűen azt gondolom kezdjük a kávéházi csészékkel. Én csak így nevezem őket, de tulajdonképpen ezek a csészék azok, amire talán mindenki úgy tekint, hogy hát ezekkel nem érdemes foglalkozni, de úton útfélen, presszókban, kávéházakban, éttermekben ezekkel a csészékkel találkozhatunk. Tekintsék őket át. Függetlenül attól, hogy ezek a csészék nem a teljesség igényével kerültek most önök elé, de azt gondolom, hogy jellegét tekintve mégiscsak egy-egy stílust képviselnek, és ezekkel valószínűleg önök is találkozhattak már kávézásaik során. Az itt látható kávéscsészék közül jó páran nem Magyarországról származnak, nagyon sokat barátaimtól kaptam, családtagjaimtól, illetve joggal tehetnék fel azt a kérdést, hogy hogyan is kerültek ezek a birtokomba. És ezzel kapcsolatban engedjenek meg egy olyan sztorit elmesélni, egy olyan csészéről, ami nincs ezek között, a kávéscsészék között. Ugyanis a csészék általában úgy kerülnek a birtokomba, hogy amikor egy-egy helyen kávézunk, és találkozom egy olyan csészével, amilyen még nincs a gyűjteményemben, akkor meg szoktam kérdezni a kávéházban, étteremben, presszóban a felszolgálót, vagy éppen a tulajdonost, hogy mibe kerül, ha eltörik egy csésze, illetve fogyóeszköze. Magyarán szólva, ha lehet, akkor megvásárolom az ottani csészét, hogy ezáltal a gyűjteményem részese lehessen. Egyetlen egy csésze volt, amit én nem tudtam megszerezni, nyilván sok egyéb van, de azok közül, amit igazán szerettem volna, ez pedig az alakarosi nagyfürdőben volt, ahol egy nagyon szép és nagyon érdekes csésze került elénk kávézásunk során, és bárhogy kértük az ottani büfé tulajdonosát, hogy szeretném megvásárolni, mert gyűjtő vagyok, és ilyen csésze még nincs a gyűjteményemben, hát bizony ezt a csészét nem sikerült megvásárolnom. De azóta is igyekszem bővíteni ezt a gyűjteményt. Folytassuk a továbbiakkal. Gyűjteményem következő darabjai igazi ékszereknek számítanak. Alapvető jellemzői az, hogy süteményes tányér, a kávéscsésze és maga a kávéscsésze, ami részét képezi egy-egy darabnak, kivéve azt a két darabot, amit önök is láthatnak, egyiknél sajnálatos módon a süteményes tányér, másiknál a kis tányér hiányzik, de azt gondolom, hogy ez semmit nem vő le az értékéből. Ezen darabok javarészt családtagoktól és barátoktól származnak. Itt a lengyelországi, németországi, ausztriai és svájci darabokat láthatják. Azt gondolom, hogy az egészen régmúltból a modern darabokig minden végig kísérhető az itt látott csészéken. Valamennyi darab kedves a szívemnek, de talán az ehhez a csészéhez kapcsolódó történet az, ami leginkább megragadott. Az egyik barátnőmnek a szüleit 1944-ben Türingiába kitelepítették. Akkor az édesanyja még 12 éves volt. Svábok voltak abban az időszakban, ez sajnálatos módon az életük része lett, ha tetszett, ha nem, menniük kellett. Türingiába a családot egy kis faluba telepítették, az ottani parasztgazdához. A
paraszt gazdának három lánya volt, és jó sok tehene. A lányoknak az volt a dolga, hogy reggelente megfejjék a tehenet. Az egyik lány vagy kíváncsi volt, hogy mit tud a magyar lány, vagy pedig lusta volt, de megkérte a barátnőm édesanyját, hogy fejje meg reggel helyette a tehenet. Azt mondta, ha megfejje helyette, ajándékot ad neki. Megfejte az édesanyja, aki akkor ugye 12 éves volt, és ezt a csészért kis tányérral kapta tőle ajándékba. Azóta is őrizte, és amikor megtudta, hogy van ez a gyűjteményem, azt mondta, hogy ez nálam van a legjobb helyem. Ezúttal is köszönöm neki. Nemrég ünnepeltük a húsvétot. Nos, itt találhatunk jó néhány olyan csészét, ami ünnepekhez kapcsolódik. Számomra az én szívemhez legközelebb a karácsony el. Ezeket a csészéket akkor veszem elő, amikor az adventi készülődés elkezdődik, akkor előkerülnek, hiszen ezek olyan csészék, amik nem képezik a mindennapi használat részét, kifejezetten ünnepekhez kötődik, de ünnepekkor előkerülnek. Így valamennyi a húsvéti csésze is. És hát ez egy picit annyiban kilóg a sorból, hogy nem az a tipikus ünnep, mint mondjuk a húsvét, illetve a karácsony, ami egy vallási ünnep, hanem a Valentin nap köszöntése. Természetesen van otthon másik párja is, így van jó magamnak és a férjemnek is. Nos, ezekkel a csészékkel ünnepülünk mi otthon. Az itt látható csészék valamennyi kézműves a terméke. Van amelyiknél csak a festés, például ennél a csészénél, a többi pedig kerámia csésze. Nagy büszkeségem ez a Csécsi Margit csésze, amit szintén egy barátom édesanyja adott nekem, tekintettel arra, hogy már idős volt, szegény azóta el is hunyt, de úgy gondolta, hogy én nálam jó helyen lesz, és vigyázzak rá a gyűjteményemre. Ez a két csésze Lengyelországból származik, az ottani népművészeti munka eredménye. Korondi útunk során szereztem be ezeket a csészéket, illetve Zalaparosról származik ez a kettő. Egyik kedvencünk, bár nem tipikusan kávés csésze, de úgy gondoltuk, hogy mindenképpen itt a helye, egy székesfehérvári virágos ünnep során vásároltam ezt a kézműves terméket, amelyik a lányom kedvence. Nagy szeretettel használjuk őket a hétköznapok során. Az itt látható gyönyörűségek azért különlegesek, mert mindegyik valamely városból egy részletet tartalmaznak, vagy éppen a város címerét. Jó néhányat barátaimtól kaptam ajándékba, illetve van, amelyiket saját magam az útjaink során vásároltam. Azt gondolom, hogy ezek igazi ékszerek a gyűjteményemben. Az itt látható csészék mind magyar termékek. A jó része a Zsolnai Manufaktúra termékei, illetve itt ez a néhány darab a hollóházi porcelánok közül származnak. Az itteni csészék különlegessége, hogy különböző alkalmakra a zsolnai közül többet kaptam barátaimtól ajándékba, illetve ennek a csészének a különlegessége, hogy egy nagyon kedves ismerősömnek a saját kezem munkája. Ha alaposan megnézik a csészéket, akkor látható, hogy ez a csésze nagyon kiri a sorból. Nincs tévedésről szó, bár jó magam is meglepődtem, amikor ajándékba kaptam ezt a csészét. Ez a csésze valóban zsolnai termék, hiszen ez bizonyítja a rajta látható címer. Azt gondolom, hogy függetlenül attól, hogy kilóg a sorból, igazi különlegesség a gyűjteményemnek. Az itt látható csészék gyakorlatilag valamennyi különböző országból származik. Jó részét jó magam vásároltam, illetve ezeket az angol stílusú csészéket ajándékba kaptam. Kifejezetten Angliából rendelték, bár ott nyilván inkább a teázás szokásának hódolnak benne, de azt gondolom, hogy a magyarországi csészék között bőven elfér és itt a helyük. Ez a csésze, ha közelebbről megnézik, annyira vékony, hogy teljesen átlátszó és a mintája is átlátszik, ez egy Japánból származó csésze. Ennek a csészének az a különlegessége, hogy 2002-ben, amikor önkormányzati képviselő lettem, az első testvérvárosi utam Belényesbe vezetett, és a
a berényesi polgármester, amikor az önkormányzati delegációtól elköszönt, akkor ajándékot adott valamennyi delegációs tagnak, és ennek az ajándékcsomagnak volt egy ilyen csészékből álló készlet a része. Illetve ezt a csészét Károlyváriban jártam, amikor vásároltam. Aki ismer, tudja, hogy a Komlói Munkáskórusnak is tagja vagyok. Amikor a kórussal a másik testvérvárosunkban, Erániban jártunk, ott tartózkodásunk során számos alkalommal különböző helyekre visznek a francia barátaink bennünket. Egyik utunk, amilyen vezetett, és az ott jártunkkor egy régiség kereskedésben vásároltam ezt a csészét. A mintája alapján látható, hogy Görögországból származik ez a csésze. Hát egyik nyaralásom során került a birtokomba, illetve tulajdonomba, ez a szépség pedig Németországból származik. Az itt látható csészékkel gyakorlatilag tovább folytathatjuk azt az utat, amit az előbb megkezdtünk, hiszen számos országon átjárva gyakorlatilag csészékkel ajándékoztam meg magam, illetve a barátaim, akik adott esetben többfele jártak, mint én, mindig gondoltak rám, és ezúttal is köszönöm nekik, és egy-egy csészével lettek meg. Ennek a csészének a különlegessége, hogy egy osztrák bárói család tulajdona volt, és a legidősebb tag elhunytakor számos használati tárgy került értékesítésre, így ez a csésze is, sőt ez is, ami egy kézzel festett csésze, ami rendkívül aprólékos munkát igényelt. Csehországból származik ez a csésze, bohémiai készítésű, egyébként számos csészén a bohémiai felirat szerepel, nagyon szép és különleges, jó minőségű darabokat készítettek. Ez a csésze volt az első a gyűjteményemben, amelyik lábakon áll, nagy-nagy boldogságot okozva, amikor megkaptam. Azóta bővült a gyűjtemény újabb kis lábacskákkal. Ez a csésze pedig egy közeli, kedves ismerősöm családjából származik, több mint 100 éves a család, maga sem tudta megmondani az eredetét, de azt gondolom, maga a formája, a kinézete és a különlegessége is arról beszél, hogy nagy szeretettel gondozták és használták. További csészék is Csehországból, illetve Németországból származnak. Természetesen a gyűjteményből nem maradhatnak ki az állatos és a bogaras csészék sem, ami általában a gyerekek nagy kedvence, ha vendégségbe érkeznek. Ennek a csészének az a különlegessége, hogy a sogorom még tulajdonát képezte. Amikor megláttam, természetesen teljesen oda voltam, hogy nekem majd egy ilyen darab kell. Biztosítottak is róla, hogyha majd csorba lesz a készlet, azaz eltörik egy darab belőle, akkor fogok kapni. Hát a sors iróniája az volt, hogy a következő családi összejövetelen, amit náluk tartottunk, az étkezések után próbáltam segíteni, mosogatni, és pont én voltam az, aki eltörtem ezt a, ennek a készletnek az egyik darabját, és így lett csorba ez a készlet. Amit meg is jegyeztek, hogy biztos azért csináltam, hogy kaphassak belőle egy darabot. Hát tényleg nem ezért történt, és nagyon sajnáltam, de a boldogság az volt, hogy nem sokra rá megkaptam ezt a darabot a gyűjteményem részévé. Tettem. Az itt látható gyűjtemény azt gondolom, hogy valamennyi számára igazán különleges és egyedi. Javarészt azt gondolom, itt inkább a tányérokról beszélek, bár a csésze sem megvetendő. A csészék mindegyike ugyanazon képsorozatokat tartalmazza, a képsorozat pedig azon épületek képeit, amelyek a tányérokon is láthatók. A két tányérkészlet, mint ahogy látják önök is, nem egyforma mintázatú. Épületeiket tekintve, amik a képen szerepelnek, gyakorlatilag ugyanazok, de mégis a rajzok és azok időpontjai is más-más időre tehetők. Láthatjuk itt a városházát, a katolikus templomot, a református templomot, helytörténeti múzeumot, a Kodály általános iskolát. Tehát ezek az épületek azt gondolom, hogy a város szempontjából igen meghatározó jelentőségűek.
Én úgy gondolom, hogy ez igazi kincs valamennyiünk számára, akik komlóiak vagyunk és szeretjük komlót. Befejezésül elérkeztünk a modern darabokhoz. Természetesen mindennek az osztályozása, csoportosítása nagyon relatív. Én úgy gondoltam, hogy ezek a darabok kerüljenek itt bemutatásra. Korábban már volt olyan, amelyik városok címkéjét tartalmazta, de úgy gondoltam, hogy ez oda túl modern lenne. Ez a Diósgyőri várról készült képet tartalmaz. Található ebben a gyűjteményben barátom kezemunkáját dicsérő darab is, illetve a ma oly népszerű retro darab, ami természetesen nem fémből készült, hanem ez a darab is kerámia. Ez a csodálatos darab Finnországból származik, amikor még a kórus fesztivál, illetve az oda-vissza vendégeskedés működött a kórusok és a finn kórus között. A Kodály Zoltán gyermekkórus finnországi tartózkodása során hozta barátnőm, és ajándékozta nekem ezt a csészét ma. Nyilván az ott tartózkodás jóval régebben volt. Ez a csodálatos mandala díszítésű csésze szintén barátom ajándéka. Ahogy korábban már mondtam, kórussal többször jártam Franciaországban ezt a kis ugyan a darab modern, de a rajta található kávé daráló réginek, vagy akár retrónak is mondhatnánk. Ennek a csészének az a különlegessége, hogy gyakorlatilag Van Gogh Múzeum van az aljára írva, illetve az ő festményét is tartalmazza, azonban ezt ugyancsak a munkáskórus franciaországi tartózkodása során vásároltam, mégpedig Monet kertjében, az ottani múzeumban jártunkkor. Ez a csésze szintén különleges, hogy a Gustav Klimtnek a festményét tartalmazza, amit Bécsben vásároltam. Az 50. születésnapomra volt ez az út ajándékba, és hát úgy gondoltam, hogy akkor én még megajándékozom magam ezzel a csészével. Ennek a csészének a különlegessége, hogy Tenerife-n a Teidén jártam során, akkor voltam először vulkán közelében, ezt a csészét ott vásároltam. Ezt a csészét pedig azért hagyom a végére, mert gyakorlatilag ez a csész élete nem ez, hanem egy ugyanilyen másik csésze képezte életem első kávés csésze gyűjteményének a részét, ugyanis a 8. osztályos ballagásomra kaptam ajándékba egy barát házaspártól. Sajnos az a készlet az idők során az enyészeté lett, és éppen ezért ért nagy boldogság a közelmúltban, amikor ezt a csészét ajándékba kaptam, hiszen ugyanilyen volt az én első kávés csésze készletem. Ez a csésze, és akkor a sort mégsem ott fejezném be, egy nagyon különleges alkalom során került a tulajdonomba, ugyanis sok-sok évvel ezelőtt a pécsi Kikelet szállodába voltunk vendégségbe meghívva, egy árubemutatóval egybekötött vacsora volt a rendezvény, és amikor odaérkeztünk, mindenki a belépő jegyét számozással látták el, és gyakorlatilag ez a belépő jegy egy tombola is volt egyúttal. Félreállított asztalokon számos edény, használati tárgy és többek között egy kávéscsésze készlet is volt. Amikor ezt végignéztük, én rögtön megjegyeztem, hogy nekem ez a kávéscsésze kell. Akkor még nem voltam az igazi szenvedélyes gyűjtő, de már egy jó pár csészén volt, tehát a vonzódás már megvolt, és hát a sors nagyon kegyes volt, mert az én tombolámmal megnyertem ezt a kávéscsésze gyűjteményt, aminek egy kávéfőző is a része, illetve négy ilyen csészek is tányérral egyetem.